Hát na, figyelj, láttam a fenében mondják már a bezárt bolondokázat, mondjátok már. Mi? Nem hallom, olyan egyszerre mondjátok. Sárgaház, de hogy hívták? Na, mondj. A Lipót. Na, a lényeg, láttam az igazgatóját a buszon. És képzeld el, hogy felszáll a buszra, odaáll egy nő elé, és elkezd így csinálni neki, ugye. Hát az se volt normális. Felszáll az utasnak, elkezd így csinálni, érted? Ez is ilyen süsökesei volt. De én a pszichotinnek az egyik alapító tagja vagyok. Hát kérlek szépen, ott 50-en voltunk kereken, az 50-ből 5 nem volt normális. Komolyan. Ezek mind a legnagyobb nevű pszichiáterek voltak. Úgyhogy gyerekek. Szóval amikor úgy, te úgy látszólag azért úgy kívülről nézve teljesen normális volt, csak néha olyanokat csinált, hogyha úgy figyelted egy picit, hogy ajaj, tehát mit tudom én, hogy oda megy a csaphoz, és akkor mit tudom én, baletteket csinál. Tudod, elővesz egy ilyen izét, papírzsebkendőt, letörli a gombot, akkor, szóval tudod, ilyen baletteket, tudod, ilyen, hát ezer ilyen fóbiája van neki, és akkor előadja ezeket a balettjeit, és azt hiszi, hogy nem látják. És mindenben ilyen baletteket csinál, a kilincseket letörölgeti, akkor ez is, szóval meg enyhén szólva üldözési mániás bolond, és ezer ilyen, hát úgyhogy azt mondom, hogy jó van. Na most visszatérve a csillagászatra, ez a gömbhalmaz, ez egy nagyon sok csillagból álló kupac. Azt mondták, hogy ez a fejlődési stációk közül ebből lesz majd valamikor a spirálgalaxis. És akkor az a nagyon érdekes, hogy aztán találtak az égen két ütköző spirálgalaxis, és számítógéppel is modellezték az ütközést, a két spirálgalaxis egymásnak ütközését, és érdekes módon a spirálgalaxisból gömbhalmaz lett, és nem a gömbhalmazból lett a spirálgalaxis. Úgyhogy hát itt is voltak ilyen tévedések, de hát a számítógépes modellezés az már nagyon sok mindenre enged következtetni, tehát nagyon jól lehet elmodellezni a dolgokat. Na nézzük tovább a csillagképeket. Itt van az én kedves csillagképem, ugye a Deneb, vagy a hattyú, vagy a Cygnus, a hattyú csillagkép. A Deneb az a legfényesebb csillag. Ez nagyon jól látszik itt az égen, a hattyú csillagkép. Ezt lehet látni belőle, ezt, tehát ezt a szárnya ívét, ezt lehet látni, és ez egy nagyon fényes csillag, ezt nagyon lehet látni, ezt is lehet látni, ezt is, ezt nem nagyon lehet itt látni, itt a nyaka közepén ezt nem lehet látni. Ez a hattyúnak a farka, ez a nyaka, ezt nevezte hattyúnak. Ez azért nagyon érdekes, mert én nekem tegnap, vagy mit tudom én, beszéltem arról, hogy a hattyú csillagképben találtunk egy nagyon jó fekete lyukat, amit a gravitációs távcsővel gyönyörűen tudtunk látni. Ez az X1 fekete lyuk, az itt van, ahová nyilamat teszem körülbelül. Erre a hattyú nyaka közepén körülbelül van ez az X1 fekete lyuk. Nincs ott semmi, tehát ha odanézel távcsővel nem látszott semmit az égvilágon, de arra fele van egy fekete lyuk. És nagyon jól látszik is. És itt van az a másik csillag, kép, amiről beszéltem, ez a SAS csillagkép, vagy Aquila, és ez az Aquila csillagkép, ez is, a hattyú is, meg az Aquila is a tejúton van rajta, tehát a tejúton repül. Még ez is a tejút szélén van, tehát itt megy keresztül rajta a tejút ezen, és ez a kis eléggé halványka csillagkép, a delfin csillagkép is, még rajta van a tejút szélén. De ez kim van a szélénél, de ez is rajta van még a tejúton. Itt van még egy ilyen semmire való kis csillagkép, ez a nyíl vesző, tehát ez egy ilyen kicsi csillagkép, nem túl fényes csillagokból, hanem eléggé kis homályos csillagokból. Itt azért mutatom az M27-es, hát ez inkább egy ilyen csillagközi köd, mindjárt megkeressük, hogy hol van ez helyileg. Az M27, mert ennek elvileg itt rajta kellene lenni. Na, itt megtaláltuk mi csodát. Az M57-et miért érdekes ez? Nem is figyeltek? Ott van. Ez az M51. Ja! Bocsánat, ez nem az 50, nem a Stornó.
Hát amikor megy a süket a haverjával, és akkor megy előttük egy bombázó jó csaj, és akkor a süket szóval, jó, de te hülye a feleségem, tudnó. Szóval ez a tornó. Ez egy ilyen csillagközi köd inkább, amit megvilágítanak csillagok. Ez az M27-esnek tartott valami, tehát ez nem igazán galaxis. A távcsőbe, a rossz távcsőbe ez is olyasminek nézett ki, de ez nem az. Itt mindjárt kettő is megjelenik ugye a csillagképek közül. Ugye, ez melyik? Ez a vízöntő, úgy van. Tehát meg az Aquarius, ez a vízöntő, itt van. Ez, aki itt van, az ember, aki önti a vizet ebből az edényből. Ez olyan kancsó, mint amit itt az evédlőben most kiraktak. És önti a vizet. És ez a vízöntő, és itt mellette van a Bak csillagkép. Eléggé halvány csillagokból, itt van ez a Bak csillagkép. És itt már megjelenik a déli, ez már a déli halak, tehát ez már tőlünk nem igen látszik, ez már egészen lent a látóhatáron talán megjelenik, de nem igazán látszik. És itt fölül viszont az északi halak, ez a halak csillagkép, a halak jegye. Ez is megjelent itt fölül, itt a Bak és az Aquarius volt az, ami fontos volt ebből a szempontból. És itt megint két csillagkép megjelenik, tehát rajta vagyunk az állatövön tiszta erőből. Ez pedig a halak csillagkép teljes pompájába. Ez egy elég halvány csillagokból álló csillagkép, itt lehet látni. Egy ilyen nagy V alakú szerű furcsa csillagkép. Ez. És itt van még a háromszög, de ez is egy kis halvány, ez egy jelentéktelen. És itt alatta a Cetus, a Cet csillagkép is, és a Cet csillagkép ez egy ilyen, hát ez is egy ilyen jelentéktelen kinézésű ilyen szempontból. Itt az M33 galaxisnak a képét látod, ami egy örvény, tehát egy ilyen spirál galaxis. Na, itt aztán látszik a Taurus, itt van a Taurus, az egy inkább téli csillagkép, itt jelenik meg. Ez a hosszú a szarva, itt van egy nagyon fényes csillag, a hiádoknak a legfényesebb csillaga egyúttal, ez a hiádok és a plejádok. Ez két ilyen kis csili-vili csillagokból álló kis kupac, amik így villognak. Ez téli csillagkép, ismeritek, ugye? Ez a plejádok, az mi is? A fiastyúk, bizony. Az a fiastyúk. És itt a hiádok is egy hasonló, ennek a legfényesebb alfája, vagyis a legfényesebb csillaga a Taurus csillagképnek is, az pedig az Aldebarán. Az Aldebarán az miért érdekes? Miért emelem ki? A Hitler idejében állítólag a Földről egy űrhajó elment az Aldebaránra. Tehát azért érdekes az Aldebarán. Ez egy nagyon nagy óriás csillag ez az Aldebarán, és viszonylag közel van hozzá. Hát persze azért gyalog messze lenne, csak viszonylag van közel. Itt mellette van egy nagyon érdekes csillagkép, ez egy elég nagy téli csillagkép, inkább télen látható csillagkép, most már este lenyugszik, tehát este nyugszik le, de már nem látsz belőle szinte semmit, és ez az Orion csillagkép. Az Orion négy fényes csillag, aztán négy majdnem olyan fényes itt az öve, ezt hívják Orion övnek, és az Orion övnek az erre való, a sarokba ide, ebbe a sarokba való meghosszabbítása az pont a Siriusra mutat. Tehát ha keresed a Siriust az égen, az Orion öv rámutat a Siriusra, az a nagykutya csillagképnek az alfája, vagyis a legfényesebb csillaga, és nemrégen fedeztek föl mellette egyébként egy harmadik csillagot, ez egy csillag hármas, én tudom, hogy ez csillag hármas, de még a Földön ez egy bizonytalan információ, mert van egy alfa meg egy béta, az alfa és a béta igazából egymás körül kering, ez egy csillagrendszert képez, és van neki még egy C csillaga is, ez egy ilyen vörös törpecske,
vagy inkább barna törpének mondanám, és ez a kis csillag, ez innen alig látszik. Most fedezték föl, mert most már nagyon jó csillagászati távcsöveket küldtek föl a világűrbe, és azokkal már egész jó képeket lehet csinálni ezekről a közeli csillagokról. És ez az Orion itt van, és fölötte pedig itt a Bika. Itt az M1-es galaxis látszik benne. Hol van ez az M1? De itt az M41-42, ez itt az Orion lába között van. Úgy szoktam mondani, hogy az Orion tökénél. Ez egy ilyen vörös meg egy kék, szemmel látva is vörös meg kék, tehát szabad szemmel nézve is. Nagyon szép vörös meg a kék pacni. Ez az, itt nem színes, de ez az a pacni, ami, ez a két pacni, ami látszik az égen. Az egyik vörösnek látszik szabad szemmel is, és a másik kéknek látszik. Nagyon kellemes, jól néz ki. Amikor a Humboldtba jártunk, akkor a Berci, aki azokat itt fényképezte, a Berci lefényképezte ezzel a Panasonic géppel, egyszerűen csak lefényképezte ezt a két galaxist. Mert szabad szemmel is jól lehetett látni, egy kék és egy vörös kis pötty volt ott, és akkor hát a teleobjektívre állítva azt sikerült egészen szépen lefényképezni. Hát jól látszanak a képen ezek az Orion csillagképbe, és mert ott sokkal kevesebb a fény zavar, tehát ott sokkal jobban lehetett fotózni. Mit? Hát nem tudom. Szóval az Orion Úrihon mondják innen. Tehát én ezeket a magyarító üzéket, átalakításokat megmondom őszintén, kerülöm. És nem azért kerülöm, mert nem szeretem a magyar szavakat, imádom. Csak azokat a nagyon gyengén alátámasztható handabandázásokat nem szeretem, amit mindenki belehall ilyen, tudod, ilyen, ami hasonlít, mintha az lenne, és akkor elkezdenek ilyeneket kitalálni, ezzel sokat ártanak. Tudnélik, sokat ártanak, mert eléggé nevetséges handabandákat találnak ki, és ezzel rontanak a helyzeten, nem javítanak a magyarság helyzetén. De tudunk mi bizonyítható dolgokat is mondani, azokat kell gyűjteni, amit nem létezik megdönteni. Na olyat. Én az ellenségeim által kijelentett dolgokra szeretek építeni, mert amit az ellenségem állított, arra mégsem mondhatja, hogy hungarista magyarkodás. De arra már nem mondhatja senki. Mert hajlamos. Most van egy ilyen világ, már nem most, hanem már évszázada, tehát van egy ilyen világ, hogy ez nagyon nyomulásba megy, hogy minden, ami magyar, azt le kell söpörni az asztalon. Mert ez megy. Nem tudom, észrevettétek-e, de megy. De hát, hogy mondjam neked, a harc legyen harc. Tudod, mint akkor Fali föltépi a klocsóajtót, bány, baj, és akkor ott ül egy másik is. Törölgeti magát, hátra nyúl, puff, a fejjel vág egy adagot. A harc legyen harc. Úgyhogy ez is olyan, hogy harc legyen harc. Hát, majd a fejükhöz vágunk egy adagot. Itt a rák és az ikrek csillagkép látszik. Ez a Gemini, ez az ikrek. Ebből a most az égen leginkább csak ezt a két csillagot lehet látni, ahogy itt a fölül mutatom, a Castort és a Polluxot, mert ezek elég fényesek. Ezek még a városból is látszanak, tehát Budapestről is látszanak. Még, de a többi csillagból semmit sem lehet látni. Sem. Ez az túl világos ahhoz már egy ilyen város. És itt mellette van az egyik ilyen kardinális jegynek, ugye a rák az egy kardinális jegy, a rák-baktengely, csak hogy az a helyzet, hogy ez a rák csillagkép, ez összesen ezekből a kis porba fingó halvány csillagocskákból áll, tehát nem nevezném ezt, mit tudom én, milyen ragyogó, domináns csillagképnek az égen, én rák jegyébe születtem. Tehát nem akarom a saját jegyemet leszólni, de hát ezek csak ilyen kis halvány csillagok, egyáltalán nem is lehet látni az égen a városból, tehát hogy ez nem egy nagyon látványos csillagkép. A Canis Minor alfáját azt lehet látni, ezt lehet látni, azaz, hogy kiskutya, Canis Minor, kiskutya, Canis Major, nagykutya. A Canis Major az azért érdekes, mert annak a legfényesebb csillaga az a Sirius. És ha kinézel az égre, akkor ez csak egy kis égdarab. Akkor iszonyatos mennyiségű csillag van. Tele minden csillaggal.
És rengeteg. Tehát ezt itt nem lehet elmondani. Hát biztos, akik nézegették már a tejutat, mint a mák tele van az égig keresztbe csillaggal. Az a mi tejutunk, vagyis hogy az a mi galaxisunk. Abban benne van a nap. És ezért mondtam, hogy hát marha nagynak tűnik, amikor azt mondták, hogy hát ugye hülyék voltak régen, és akkor volt a geocentrikus világkép, de bezzeg jött a Kopernikus, és akkor adta. Hát mondom, jó van gyerekek, rendben van ez, csak az a probléma, tudod, hogy ha bekapcsolom ezt a csillagtérképet most itt a gépen, amit az előbb már bekapcsoltam, az a sötét hátteres, bekapcsoltam. Hát édeseim, azt kell, hogy mondjam nektek, hogy azon egy geocentrikus világkép van, tényleg. Tehát azon teljesen geocentrikusan mozognak a dolgok, mert hogy, hát hogy kell, hogy mozogjon, ahogy látom az égen. Nem ahogy én tudom az égen, hanem ahogy látom az égen. Nekem úgy kell, hogy mozogjon, mert hiába tudom én azt, hogy a nap körül kering a Merkur, meg a Vénusz, meg a Föld, meg ilyen nap körül kering, és akkor tudom. Hát tudom, persze, csak az a probléma, hogy azt csinálja a Merkur, hogy ilyen izéket kacsázik az égen nekem, aztán piszokul nem úgy néz ki, ahogy én azt, hogy ez így kering. Hát egyáltalán nem azt látom, hogy kering, hanem azt látom, hogy ilyen masnikat rajzol az égre. Tehát, hogy össze-vissza kacsázik, ezért nevezték el bolygónak. Hát mert bolyong. Hát az égre nézve bolyong. Nem áll, mert olyan, hogy állott csillag az olyan egyáltalán nem létezik. Szóval azt felejtsd el, az egy butaság. Hát állott csillagok nem léteznek. Hát minden csillag őrült tempóba kering a galaxisban. Képzeld el, hogy a nap 2:20-szal döngett másodpercenként. Az is csak látszólag az északi sarkcsillag, de az is látszólag, de egyébként az is egy kis kört ír le az égen minden nap. Tehát az se áll egy helybe, csak úgy mondanám, hanem ezelőtt 100 évvel állónak látszott az az egy, de most már az is kis karikát ír le az égen, mert hogy már 72 év alatt arrább ment a tengely egy fokkal, de már több mint 72 évet találták ki ezt a sarkcsillagos dolgot, és már nem ott van a sarkcsillag. Tehát érdemes ezzel kicsit foglalkozni. És továbbmenve, itt a szextáns, hát ugye jó hangzású neve van, ez a szex, az egyébként 6-ot jelent latinul, tehát meg több nyelven is, az angolul is, ugye, six, 6-ot jelent, és ez a szex, ez a 6. parancsolat, hogy ne paráznak, hogy az azért szex, tehát onnan ered a szex. Hát persze az emberek jelentős része ezt nem tudja, szexelni persze tud, de hát azt a kutya is. Na most, itt van a Sherlock csillagkép, ez rajta ül egy ilyen hosszú valami csillagképen, amit úgy hívnak, hogy hidra, nem is tudom, ilyen tengeri kígyó alakú csillagkép, utána van a Virgo, na itt látszik teljes terjedelmében a Virgo, azaz, hogy a szűz csillagkép, mondtam, hogy ilyen széttett lábakkal anyat fekszik, ez itt a szűz, és ez azért érdekes, mert ez egy nagyon fényes csillag, ez a Spica, ez látszik a városból is mindenhonnan, ez a szűz fenekén, ez az alfája, ez a csillag. Azért is érdekes a Virgo, mert a Virgo irányában iszonyatos mennyiségű galaxis látszik, de elképesztő mennyiségű galaxis, tehát nagy kupaszban vannak a galaxisok, több ezer, tízezer galaxis látszik egy irányba, és még valami nagyon izgalmas dolog történik, az összes galaxis valami által mozgatva van, hogy kellő magyarsággal mondjam, és ezek az egy irányba mozgó galaxisok jeleznek valamit, hogy ott van egy nagy mozgató, így nevezték el a csillagások, a nagy mozgató, és ez a nagy mozgató egyébként nem más, mint az univerzum fala. Tehát az univerzum fala az egy fekete lyuk. És ott az anyag 95%, amit halálra keresnek, ott van. Mint ahogy a részecskékben a tömegnek a 95%-a közvetlenül a részecske felszíne közelében tartózkodik, mert hogy fraktálisan egyre jobban osztanak el ezek a függvények, amik a felületet adják majd ki, a részecske felületét, és már a felületen egészen sűrűn vannak ezek az elágazások, és tehát úgy gondolod el, mint egy fát, egy fatörzs,
aztán mindig jobban-jobban elágazik, a végén már egy pici kis ágacskák vannak, ne így gondold el, és ezek a pici kis ágacskák adják ki a felületet. És az a nagyon érdekes, hogy megtaláltam ilyen régi zsidó szentírásból azt, hogy a gyereke, ezek a gyerekek tartják meg a világot. Miért érdekes ez? Mert elmondja, hogy a felületet ez adja. Tehát ő tartja meg a világot, ott a megfoghatóság látszotta persze. Mert ezek időtükrök, tehát a részecskék felszínén időtükrök okozzák a megfoghatóság látszatát, és arról vissza is verődnek ráadásul a dolgok. És vízikígyó, úgy jól gondoltam, hogy ez a vízikígyó, és itt egy ilyen galaxisocska, azon a másik CD-n, amit itt árultunk, azon már egy korszerű változata van ennek a Univerzitas CD-nek, ez még a 3-as. Tehát azóta fejlődött. Azért érdekes, mert itt a kígyótartó csillagkép látszik, itt a kígyó, látod, itt tekereg, ez a kígyó feje, és akkor itt a kígyótartó, itt az egyik keze, itt a másik keze, és így fogja a kígyót. Ezt látták bele, hogy ez így tart egy kígyót. És ez a szerpensz, vagyis hogy a kígyó csillagképet fogja. Itt látszik egy gömbhalmazocska, itt látszik az M17-es, szintén galaxisnak gondolt valami, de ez se galaxis, ez is egy ilyen csillagközi köd. És itt jön a Skorpió és a mérleg csillagkép. A Skorpió csillagkép itt van, ez a Skorpió csillagkép. Nézd meg, ez a Skorpiónak a két csápja, ez a teste, és ez az önmaga hátulról visszaforduló tüskéje a Skorpiónak. Itt van. És itt van mellette a mérleg csillagkép, ugye itt van a mérleg és a két lógó tányérja, vagy mit tudom én milyen, ez a mérleg csillagkép. Alatta már egy tőlünk alig látható csillagkép van, mert az már a lupus, a farkas, az már tőlünk alig látszik, a teleszkópium is. A Skorpió az még látszik, és itt van még a Sagittarius, vagyis hogy a nyilas csillagkép is itt a határa. Hát ott ez a rész. Egy ilyen nyíl íjjal látszik összekötve. Ezek megint csak ilyen gömbhalmazok az égen, ilyen egykupaszban sok kis fényes csillag. Itt a nyilas csillagképet majd teljes terjedelmében lehet látni, mert itt csak a nyíl lógott be, de itt most lehet látni, aki tartja a nyilat, és itt a Skorpiónak a farka. Ez egy halvány csillagkép, nem tudunk róla szinte semmit. A pávó, vagyis hogy a páva csillagkép, az is egy ilyen kis halvány csillagokból áll, még a legfényesebb csillaga is gyengécske. És itt is ilyen szép ködöket lehet látni. Na, itt van a nagykutya csillagkép, ez az a nagykutya csillagkép itt. Hát egy ilyen kutya menetel, itt lehet látni, hogy ez egy ilyen kutya, és ennek itt van egy ilyen a nyakán, egy ilyen fényes csillag, ez a Sirius. Tehát a Sirius, és nézd meg itt az Orion, és az Orion öv majdnem a Siriusra mutat rá. Itt lehet látni az Orion övet, és hát ide mutat egy kicsit a Sirius mellé, de ha már az Orion övet összefolytatod, ahol lefele megy az Orion öv, tehát lefele irányba, hogy az öv így megy lefele, mert van egyik végét felfel alátod, ilyen Ferdén, a másik a lejjebb. És akkor a lejjebb lévő rész rámutat a Siriusra. A Sirius az egy téli csillag, alig látszik, nyáron már egyáltalán nem látszik. Tehát téli csillagkép, ez ilyen decemberben, januárban, februárban gyönyörűen látszik az égen. Az Orion is gyönyörű szép. Az is egy téli csillagkép, nappal is ott van. Na, hát itt van az a híres Androméda galaxis, amiről beszéltem. Ez egy hatalmas nagy csillagváros, több milliárd csillag kavar benne, sok százmilliárd inkább így mondanám, és ez egy hatalmas csillagváros. És nagyon szép. A távcsőben is láttam. Láttam én már távcsőben, csak a végén már nem találtam meg, mert nagy volt a fényszennyezés. De még régebben láttam.
Gyönyörű szép. Szabad szemmel is lehetett látni régebben, most már nem, meg sem találtam az égen. Tehát annyira nagy a fény, szórás, hogy már nem lehet látni. Ezek a nátriumgőz lámpák, ezek nagyon durván kioltják az égen a csillagokat. Ezek a sárgás színű lámpák, az a D1-D2 vonal látszik benne, vagyis a nátriumnak a két jellegzetes, nagyon fényes sárga vonala jelenik meg, mert kis nátriumot raknak ezekbe a lámpákba. Itt sokkal nagyobb látható fénytartományban sokkal nagyobb fényt adnak, és sokkal több fény van bennük, vagyis sokkal tartósabbak, tovább világítanak ezek a nátriumgőz lámpák, mert a nátrium az ugye a gáznemű töltésű lámpákhoz képest sokkal tovább adja a fényt, vagy a fénycsöveknél is. Higany szoktak ezekbe a fénycsövekbe itt, ami körbe világít a falon, ezekbe egy csepp higany van mindegyikben. És az a higany, a higanyból egy ultraibolya fényt csinál, ez a fénycső, és az ultraibolya fény pedig gerjeszti azt a fényport, amiben azt az üvegcsövet, amiben belerakták ezt, azt belülről bevonták egy fényporral. És ez a fénypor világít nekünk, tehát ez adja a fényt, de belül ebben ilyen lilás színű, sötét lilás szelű fény van, az az ultraibolya fény van, és ha ez nem nátron üvegből lenne ez a cső, hanem káli üvegből, akkor már erősen le lehetne sülni mellette. Akkor már kvarclámpa lenne. Tudnék, a kvarclámpában ez van. Úgyhogy mindig azért hozzádugok nektek egy kis olyan információt, amit máshol nem igen lehet hallani vagy tudni, de azért mindig hozzáteszek nektek egy kis huncutságot, mert hogy ha túl sokat teszek, különösen műszaki információkkal, a lányok dobnak egy rettenetes nagy hátast, de hogyha úgy apránként csepegetem, akkor szokták élvezni, ugye? Ugye, hogy jó ezeket hallani, meg tudni, tehát én csendesen okosítgatom a hölgyeket, de majd ők is okosítanak bizonyára engem valami másról. Hogy kell pelenkát mosni, mondjuk, bár én már elég sokat kimostam, de hát biztos jobban tudják. Na most, ezek nagyon szépek, ezek a kis galaxisok az égen, és olyan helyen, ahol nincs ilyen nagy fény, még szabad szemmel is látszik egy csomó az égen. Nagyon szépek. Ezek már déli csillagképek, tehát ez a szkulptor, vagy tukán, vagy daru, vagy ezek a csillagképek, ezek már, vagy háló. Ez miért érdekes, ez a háló? Ez a retikulum. Ugye, miért érdekes ez? Mert a kis szürkék jöttek onnan többször is, és tele van az UFO-s történetek a Zeta Reticulivel, mert hogy egy újságíró nő retikulit írt, mert a retikulnek neki sokkal nagyobb értelme, mint a retikulnak, mert annak nincs értelme. Úgyhogy azt úgy jól kijavította, hogy mi az, hogy retikuli, hát az ridikul, hát az érted, csak a ridikul csillagképet is írtak már rá. Én tényleg olvastam ilyet, nagyon jó volt. És ezt komolyan gondolták, mert a vízből gondolja, rendben van, de ezt komolyan gondolta. És ez a háló csillagkép irányába laknak azok a kis napszemüveg szemű szürkék. Ezek rokonaink, vérrokonaink is. Ezek nem homo sapiensek, de rokonaink ennek ellenére. Tehát az őseink között voltak ilyenek, nagyon sok milliárd évvel ezelőtt, de voltak ilyenek. Mert hogy az élet az nem most keletkezett az univerzumon, meg nem is 5 millió éve keletkezett az ember se, hanem nagyon-nagyon régen, és tehát sok-sok milliárd évvel ezelőtt, lehet, hogy a Föld csak 4,5 milliárd éve létezik, ez meg lehet, de az élet az nem akkor keletkezett, és nem is 13-14 milliárd éve keletkezett az univerzum egy ősrobbanásba, hanem ezerszer olyan régen, tehát hogy ez teljesen téves elképzelés. Abból ered ez az ősrobbanási dolog, hogy valami, most látják azt, hogy tágul az univerzum, látják, hogy honnan, merre fele mozog, és ahogy, vagy így csinálok, ilyen vámpír üzét, na, és akkor, tehát, hogy látják, hogy ez így mozog, és akkor elkezdték kiszámolni, hogy hol lehetett egy pontba. És akkor ebből kiszámolták, hogy 13-14 milliárd évvel ezelőtt kellett, hogy egy pontba legyen. Csak ennél egy sokkal zűrösebb dolog van.
az van, hogy állandóan keletkezik az anyag az univerzumba, és sugár irányba távozik, főképpen sugár irányba. Minden irányba mozog, de főképpen sugár irányba. És ezek az anyagkupacok mennek kifelé állandóan az univerzum határa felé, de az univerzum nem végtelen, csak nagy, nagyon, belülről nézve nagyon nagy, kívülről nézve nem. Belülről nézve nagyon nagy, kívülről nézve meg szinte nincs is. Nagyon érdekes. Mert hogy mi mindent a saját magunk felfogásához próbálunk hozzárángatni, de ennél sokkal komplexebb az egész, és majd még ebbe belemegyünk ebbe a kozmológiai dologba, de ez meghaladja a mai estét. Na most ezekből a déli csillagképekből is mutatok ilyen gömbhalmazokat, ezek mindenfelé vannak a körülöttünk lévő univerzumban. Itt van egy nagyon érdekes és látványos csillagkép, ez a hajó és a hajó és a vitorla, meg a galamb, ezek itt együtt vannak. Ez a hajó, ez egy ilyen kolumbuszféle kinézésű hajó, ha megnézed, ilyen nagyon magas orra van, meg ilyen fura fara van. Ez a kormánylapátja, tehát ez a valami. Ez itt a vitorla csillagkép, de ez része a hajó egészének. Ez itt alul a karina, ez a hajó csillagkép, és ezt külön még úgy hívják, hogy pupisz, vagyis hajófara. Ez a tatja a hajónak, ez itt. Tehát minden rész külön elnevezett, hogy hajó eleje, hajó vége, hajófara, vitorlája, mit tudom én, és itt van egy galamb nevezetű csillagkép rajta így, ez itt, amit karikázok, ez a volansz, vagyis, hogy más néven a galamb csillagkép. Talán Cristoforo Colombo-ról nevezték el, ugye, mert hogy eredetileg Columbus Christophot úgy hívták, hogy Cristoforo Colombo, és nem Columbus Christoph. Mert nálunk mindent lefordítottak a magyarok, és ezért mondom, hogy hát azért, tudod, a Verne Gyula sem magyar, az a helyzet, hogy nem, meg hogy mondjam neked, hogy csalódás érjen, a Verne Gyula az nem magyar, és a Victor Hugo se, mert hogy azt is mindenki Victor Hugónak mondta, mondom, jó, a gyerekek, persze, hogy ne. Ilyen elvtársaktól hallottam többször is, ilyen Victor Hugo utcában, mondom, jó, persze. Na most, itt vannak ilyen gyönyörű, szép, színes csillagképek. Egyébként az univerzum nagyon színes, nem ilyen fekete-fehér, ami ennek látjuk, csak a szemünk már ilyen kis fényerőnél a színeket nem látja. Tehát amennyi fényt a csillagok adnak, azt ott már nem igen látod a színeket. Mondjuk a Marsnak még látod a színét, hogy olyan vöröses színű, de nem nagyon látjuk a színeket. Ezeket a színeket már a csapocskáig nem tudják megjeleníteni, mert azok csak egy bizonyos fénymennyiség fölött adnak színjeleket. Ebből kevés van. A pácikákból sok van, a csapocskákból sokkal kevesebb van, és a csapocskák a színlátó elemek a szemünkbe, és a pácikák pedig a fénylátó. A fénylátó része, ezek kutyulékban vannak a szemfenekeden, szóval ilyen 100 milliós nagyságrendű ilyen kis sejtecske van, és ezek a sejtecské egy nagyon érdekes taktikával működnek, ilyen lavina sejtek vannak benne. Az A-vitaminhoz hasonló, a látóbibor egy nagyon érdekes vegyület, ami egy elektront indít el, de nem elektromosan látunk, és nem is a szemünkkel látunk igazából, hanem az agyunkkal, és aztán azon keresztül a lelkünkkel. Tehát iszonyú sok tévedés van még az érzékelő szerveinknek a megismerésébe. Tudnélik, olvastatok már biztos olyat, hogy a Pali kiszállt, a UFO jött, az autója megállt, a rádiója elhallgatott, a telefonja elromlott. Ugye ilyet már hallottatok? És kiszállt. És kiszállt az autóból. Nem tudom, figyelsz? Vagy elmentél valami lényeges mellett? Kiszállt. Mi a rossz ember szállt ki? Érted? Mert hogyha az idegrendszerére elektromos árammal menne, akkor ugyanúgy megállt volna, mint az autó motorja, meg a rádiója, meg minden franc karika, ami azzal ment. Na ezt nem szokták észrevenni. Úgy elmennek mellette sűvítve, hogy csak úgy csörög. Nem veszik észre. Ha ez a Pali azt mondja, hogy kiszállt a szemtanú, kiszállt, akkor attól kezdve valami nagyon fontos dolgot elárult nekünk az Isten.
azt mondta, gyerekek, nem árammal megy. Az idegrendszerünk nem elektromos árammal megy. Az elektromos áram egy melléktermék az idegrendszer viselkedésében, de csak melléktermék. Természetesen, hogyha én áramot kapcsolok rá, akkor vissza tudok hatni a rendszerre, de az nem azt jelenti, hogy ő árammal továbbítja az információt. Nem. Hanem valami mással. Olyan mással, ami nem bénul meg akkor, amikor jön az UFO. Az autód az összeszarja magát, és mi? De egy érdekeset olvastam, egy nagyon érdekeset, hogy ilyen régi Hoffer traktorra ment a pali, és az nem állt meg. Miért? Nincs elektromosság, azt figyelj, az sűrítéssel gyújtja a gázolajat, ahogy összenyomja, fölrobban magától mindig a gázolaj, és nem pedig árammal, elektromos szikrával, mint az autódban. Aha. Tehát nem elektromos gyújtógyertya, van benne egy izzítógyertya az indulásnál esetleg, de az csak arra kell áram, hogy elinduljon, de amikor már megy, puf, 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 akkor már nem kell hozzá áram. És ez benne a lényeg, hogy nem kell hozzá áram, és azt is mondta, hogy a másik traktor, ami nem így működött, az, amiben ilyen elektromos vezérlés volt, az ledöglött, az megállt, kialudtak a reflektorai, de az a traktoron a lámpa is kialudt, de a traktor ment tovább. Tehát ez valami rettentő fontosat mond, hogyha egy ilyen négydimenziós hatás keletkezik, mint amilyet ez az UFO kelt, az már nem normális a mi háromdimenziós világunkban, akkor ott minden, ami elektromossággal megy, bedöglik. Hogy nem, kimentem gabonakört fényképezni. Ha tudod az, amit a diákok vízből tapostak. Jó, rendben van, vízből taposták. Csak egy dolog volt, egy kis problémáim voltak ezzel. Kimegyek a helyszínre, ez a gabonakör nem kör, hanem ovális. Ugye miért mondom, hogy kis probléma? Mert az oválisnak két fókuszpontja van, drágáim. Nem egy. Vagyis, hogy nem egy karót kellett leverni a közepére, hanem kettőt. Mert csak úgy tudok ilyen oválist rajzolni, mert lemértem, így 35 méter, úgy 36 méter. Tehát tojgli. Ha tojgli, akkor ennek már nem megy az az egykarvos dolog. A elsőnek azt kérdeztem a gyerektől, hogy és hová vertétek a karot? Hát a közepébe. Hányat? Hát egyet. Mondom, nem jó, hazudsz. Nem vertétek sose karot. Értitek? A lényeg rögtön látszott. Hát persze, mert meghamisították, ugye nagyon győzni akartak, és a főutcai számítástechnikai központban meghamisították a képet, mert ott volt egy olyan levilágító rendszer. Na most mit gondolsz te, hogy én lehúztam 20 évet a számítástechnikába 70-től 90-es évek közepéig, na most a gyerekek, hát az összes főnök, aki csak főnök, az nekem mind a haverom. Hát együtt húztuk az igát. Ezeken mind a haverom. És hát rögtön szólt, hogy Gyuri, figyeld, itt van az a kép, amit látom, már szólt is nekem. Mert abban a pillanatban, hogy észrevette, hogy engem át akartak verni, már mondta, hogy itt van az átverés, itt csinálták. Meg is van nekem az eredeti. De az eredeti is megvan, nem csak az a levilágított, mert az is megvan, de megvan az eredeti, amit a Friderikusz műsorba beraktak. De mi volt a lényeg, hogy összehamisították bele egy photoshopot, bele egy rész belemásolok a gabona táblából, aztán a gabonakört eltakarom, azt mondom, hogy ott még nem volt, aztán én csináltam, és helyzet nagyon látszott, hogy hamisítás, mert amikor kinagyítottad, akkor látszott, hogy bizony itt belepöttyöztek, de szarul. Hát, szóval, hogy hát nem igazán vették a fáradtságot, hogy a nagyon meghamisítsák, úgyhogy gyengén, a traktor nyomót nagyon gyengén rakták bele. Na most mi volt a lényeg? Bementem a gabonakörbe, egy olimpia géppel, még emlékszem rá, ez nem egy nagyon nagy durás, 10.000 forintért vettem annak idején, elég drága volt, de az motorral tekerte tovább a filmet, volt benne egy ilyen fénymérőszerű is, ami kigyulladt, egy lámpa, ha sötét volt, volt benne egy vakú, és egyébként meg volt benne egy ilyen mechanikus, mint a pajtásgépben, egy ilyen mechanikus exponáló, ilyen bádog lemez átcsapódott, mint a pajtásgépben volt régen.
Tehát exponálni mechanikusan exponált. De már a további dolgokat árammal csinálta. Bementem, lefényképeztem a gabonakört, klatty, nem teker tovább a gép. Hajjaj, baj lesz, most tettem bele új elemet, nem teker a gép. Mondanád, hogy hát szar elemet tettél bele, biztos, kimerült az elem. Hát a következő érdekes dolog történt, mindjárt nem tudtam fényképezni, elindultam kifelé a kezembe a géppel, nem ráztam, nem nyomkodtam, csak fogtam, mentem kifelé, kiértem egy méterre a kör szélétől, azt mondja a gép a kezembe, hogy és tovább tekeri a filmet. Csináltam kintről egy képet, hibátlanul tekert, bementem a kör belsejébe, exponálok, klotty, meg én nem teker. Na de mi volt? Hát ott, ahol ezt a gabonakört ezek a földön kívüliek csinálták, még napokig négydimenziós volt a viselkedése a dolgoknak. Tehát a mikrofon nem működött, ami árammal volt, nem működött. Tehát ezek, ami árammal ment, az mind nem működött. Na most, hogyha egy vicces diákok letaposnak egy kis füvet, mert hát ez egy fű, a búza, az semmi, egy fűféle, és letaposnak egy kis füvet, attól nekem miért romlik el az elem a gépembe? Ugye ez a kérdésem. És nem több, csak ennyi. Hát persze. Jó, mert a vicces diákok azt hitték, hogy mindenki hülye. Szóval ez egy ilyen beképzelt pökkendizé. Utána voltam egy másik hasonló műsorban, ott meg azzal akartak hülyíteni, amit én már ötödikes koromban is tudtam, hogy hogy lehet megkülönböztetni egy főtt tojást egy nyers tojástól, tudjátok? Megpörgetem, aztán megállítom, aztán elengedem. Ha újra elindul forogni, akkor nyers tojás. Mert akkor forog benne a löty. Ha-ha-ha. De ha a kemény tojást megállítom, az már nem kezd el forogni. Ennyi. De ezt én már kis kölyökkorom óta tudtam. Aztán a gyerek engem ki akar oktatni a tévéműsorba, ezzel mondom, ne, figyelj, ne nézz azért engem ennyire hülyének, azért nem szerettem én ezt. Szóval lehet, hogy te készületlen vagy, és azt hitted, hogy csak így lesöpörsz mindenkit a pályáról, de figyeld, én csillagászatot végeztem, haver, egyszer. Nem kell ez a izé, mert ez egy csillagász volt. Nem mondom, te, én hidd el, hogy napra készen elmondom neked a legújabb eredményeket is. Tehát felejtsd már el ezt a nagyképű hülyességet, amit itt el akarsz adni. Hát a műsorból kivágták az egészet, mindent kivágtak. Hát égtek, mint a trágyadomb. Ez kész, vége volt. Na, visszatérve erre, itt van a lupus, a farkas csillagkép, az itt van, és itt van a kentaurus, aki harcol a farkassal, itt a kentaur feje, a keze, itt a ló teste, itt vannak a lábaink. Alatta van egy érdekes, egy crux, vagyis hogy egy kereszt csillagkép, ez a délkeresztje. Ez egy nagyon jellegzetes déli csillagkép. Ezeket már innen nem lehet látni, csak ha elmész majd Új-Zélandra, akkor láthatod ezeket. És akkor itt még van a norma, az ara, az is egy ilyen papagájos csillagkép. Aztán a muszka vagy légy csillagkép, és az ausztrál háromszög. De vannak nagyon szép galaxisok is arrafelé a déli égbolton. Ilyeneket lehet azért ott látni. Ez az M110 és az M30, ez az előbb mutattam nektek az Andromédát, ez ugyancsak az Andromeda itt, ez a nagy, és itt mellette van egy M110-es galaxis is, az M110-es galaxisról már mutattam nektek, azt hiszem, gravitációs távcső felvételt is. Tehát már érzékeltük a gravitációs távcsőbe azt a fekete lyukat, ami itt a közepében lakik ennek a hatalmas nagy galaxisnak. Ez egy hatalmas nagy csillagváros, és mindjárt vége lesz ennek, és akkor itt van még egy pár ilyen érdekes kisebb csillagkép, oktáns, meg hidrusz, meg menza, meg volansz, az a galamb, amit láttunk az előbb, a kaméleon, tehát ez egy jelentéktelen kis csillagképecske, a retikulum, amiről már beszéltünk, és itt a délkeresztje gyönyörűen, így néz ki az égen, tehát ez az a csillagkép, amit úgy hívnak, hogy a délkeresztje fölragyogott, és ilyen fantasztikus izékben, ilyen leíráskönyvekben, ilyen nagyon sok ilyen helyen lehet ezt látni, és ez meg itt egy diffúz köd, az M8. Tehát itt a közepében van egy csillag, ami nem nagyon látszik, csak az látszik, hogy ott világít a közepébe, és ez egy ilyen hatalmas, nagy
köd veszi körül, ezt ilyen diffusz köd veszi körül. Na most azért még van egy nagyon pici érdekesség. Ez a Steind Laci itt 20 évvel ezelőtt körülbelül, és 18 éves lehetett akkor. Csináltunk egy tévéműsort, itt ülök, még nem volt szakállam, és csináltunk egy tévéműsort. A tévéműsornak az volt az érdekessége, hogy ez Zuglóban, a Zuglói tévében volt, és akkor szüntették meg éppen ezeket az UFO-s műsorokat a tévében, aminek őrületes nézettsége volt. Na most akkor szüntették meg, úgyhogy kiéhezett volt a közönség a végtelenségig ilyen UFO-s műsorra, mert nagyon szerette a nép. És akkor ezzel a Lacival csináltunk egy műsort, és olyan érdekesnek találták a nézők a műsort, hogy mindenki betelefonált a műsorba. Nem igaz, hogy mindenki. Oda telefonált nekünk a Zuglói telefonközpont, hogy mi a büdös francot csinálnak, van 1000 vonalunk, és abból 980 magukat hívja. Izzanak az akkumulátoraink, mi a rossz sebet csinálnak. Fortyogtak az akkumulátoraik a telefonközpontba, mert olyan őrület volt a nép, annyira hívott minket, és ezzel a Lacival csináltunk egy érdekes dolgot, idővisszacsatolásos felvételeket csináltunk. Az idővisszacsatolás azt jelentette, hogy van egy tévé, a tévére rányítottam egy tévékamerácskát, a tévékamerácskának a jelét rávittem a tévére. Tehát amit láttam a tévékamerában, hát ha erre fordítottam a fénycsövet, erre meg a tévét. És az a nagyon érdekes, hogy ha elindítottál egy kis fénnyel, mondjuk meggyújtottál egy gyufát, azt ennyi, vagy odavilágítottam itt a lézerrel, ez a piros, ez speciál az én lézerem, odavilágítottam egy ilyen lézerrel a képernyőre, akkor elindult egy folyamat, és elkezdett ilyen érdekes ábrákat rajzolni, és utána már nem kellett világítani a lézerrel, fennmaradt az időugró. Soha nem ismételte meg magát a kép, hanem állandóan mást és mást adott, mert mi volt ezen a képen? Az a gravitációs zaj, ami a kamerának, a kábelnek, a tévének, az alkatrészein keletkezik, ezt az elektronika borzasztó harccal megpróbálja leküzdeni, mert ez egy sistergés. És ezt a sistergést le kell küzdeni. Zavaró. És közben az az érdekes, hogy a fürdővízzel együtt jól kiöntötték a gyereket, mert akkor fedezték fel a gravitációs hullámokat, csak nem kellett neki. Majd meg döglenek, hogy fölfedezzék, és már 1000-szer fölfedezték, és mindig kiöntik a fürdővízzel együtt a gyereket. Tehát ez a nagyon érdekes. Most ezek nem mások, mint a gravitációs hullámok. Képzeljétek el, mutatok még ilyen felvételt, nagyon érdekes felvételek keletkeztek, mint az a csillagkép, amit az előbb láttunk. Pont úgy néz ki, nézd meg. Itt a csillagkép, itt van a mi ábránk, látod? Mellé is tettem, mert nagyon érdekes. Itt van egy másik ilyen csillagkép is. Tehát ez az univerzumban makroszinten is jelentkezik. Na most, és ilyenek is keletkeztek benne, fantasztikus érdekesek, ilyen örvények, mint a galaxis lenne. És ez állandóan terjedt, örvény lett, mozgott, nagyon szép. Meg ilyenek is keletkeztek benne. És volt egy olyan, amit sajnos most nem tudok megmutatni, hogy a Yin-Yang ábra kijött belőle, a két pötty is benne volt, és képzeld el, hogy felváltva villogott így a két pötty benne, és a rendesen az S alakú, a Yin-Yang ábra kijött belőle. Szépen feje lefele volt a kamera fordítva, ez itt egy főszereplő, ez egy légy. Ez a tévém képernyőjén egy légy. Rászállt a fényre, és ott van a légy. Tehát nagyon sok érdekes dolgot láttunk, ez az én internetes újságomnak a startlapja. Itt egy óra szokott lenni, de mivel nem vagyunk adásban, ezért az óra, ez csak egy, innen jön a gépről, nem az internetről, és ezért az óra nem jelenik meg. Rengeteg anyag van fönt, és ezek az anyagok, ezek mind-mind rajta vannak a Hunivers CD-n, tehát ez is rajta van ez a lap, meg az összes anyag róla, és az a lényeg, hogy van egy ilyen ablak nevezetű sorozat, ebben most már az 52. lap is fönn van, ezen biztos nincs rajta, talán csak a 49. az még rajta van, és ahol a Hold és a Föld katasztrófájáról írunk. Tehát nézzünk csak egy picit.
ezen az agyaglapos fejezések megállapították, hogy az 1856. tűzszerzési évben a Harpia Thorem Kaltesasszony viadalában vágták az isteni torzsalkodók Joli Thorem földjéhez a holdanyát, Krisztus előtt 11.652-ben. Tudjuk, mikor volt a holdütközés? Fillérre tudjuk. Tehát megvan följegyzésben nekünk. De Kaltesasszony és Joli Thorem azt kis ütődéssel eltérítettem. Mit mondtam, hogy csak hozzá koccant a hold a földhöz, nem telibe neki ment, akkor szét is ment volna. Elterítette. A másik kísérletnél, mert még egy próbálkozás volt, a 2066-os tűzszerzési évben összeütközés nem történt, hanem a második özönvíz öntötte el az alacsonyabban fekvő szárazföldeket. Tehát azok, amitről beszéltem, az így már megtörtént az emberiség történelmében, és erről megvannak a pontos fejezések. A legmegbízhatóbb idők számításában az első özönvíz ideje, tehát a tűzszerzési hegyi ünnepély alkalmával történő 1856 évi hegyi leányvásár. A beavatottak fejezései alapján 432 ezer evéses nemzedékváltás előtt az, hogy 21.500 hegyi ünnepi évvel ezelőtt, az első özönvíz előtt 10 család uralkodott Joli Thorem földjén. Tehát ezek a 432 ezer evéses, ez mit jelent? Hogy nagyon szar volt a helyzet a földön, mert az evéseket számolták, nem volt mit enni. Tehát, hogy egyáltalán ünnepként élték meg, hogy egyáltalán van mit enni. Tehát azért az nagyon durva helyzet volt. Magasabb kultúrájú Kaltesasszony földjéről jött 10 családos csoportok, figyelsz? A Kaltesasszony bolygójáról jött, vagyis hogy ezek űrhajósok. Azért mondtam, hogy figyelsz? Érted? A Kaltesasszony bolygója az a Sirius rendszerben van. Na, ugye már mindjárt közelebb van, amiről most az előbb ugye mutattam neked, hogy a nagykutya csillagképben van. Ugye? És a 10 családos csoportok jöttek, családos csoportok, és a régebbi családokból magasabb tudásukkal átvették a hatalmat, de mindig úgy, hogy a korábbi családok hatalmon lévőivel újabb uralkodó családokat hoztak létre. Tehát nem leverték őket és agyonverték őket, hanem csak összeházasodtak velük, de hoztak mindig új tudást, mert ez nagyon lényeges dolog. A tudás az egyik legfontosabb dolog, amit ha nem tartunk meg, akkor pillanatok alatt a bányászbéka feneke alá kerül be az egész emberiség. És ezen családok uralma független volt az időjárások katasztrofát okozó kilengésétől. Ugye miről szól a történet? Tudták az időjárást uralni. Azért ez már nem kezdetleges technika volt, nem csak az, hogy imádkozunk egy kicsit, aztán majd nem esik az eső vagy esik, hanem ennél kicsit talán beljebb voltak már a tudásban is. Nem azt jelenti, hogy az imádságnak nincs értelme, ha nincs más, akkor nagyon is fontos. De tudod, mert hogy a zuhanó repülőn kevés az ateista, ez így van. Tehát ezen családok uralma független volt. De most itt érdekes, hogy Ardvis úr anyahita, az ősanya csoportja hozta magával az égiek egyisten hitét. Figyelsz egy picit? Tehát az a kereszténység, amit te most kereszténységként élsz meg amit mink is mint keresztény egyház tartunk, az már itt megvan. Na most te tudod, mikor volt? Tessék már észrevenni az évszámokat. Több mint 10.000 évvel ezelőtt már megvolt, tehát nem 6.000 éves teremtés, nem. Akkor volt egy újrateremtés, az egy másik dolog. De ez már a tűzözön előtti időkről beszél már. Hogy jöttek ide, hogy alapítottak itt dolgokat meg, hogy építettek dolgokat meg, hogy csinálták, de ez magas tudás volt. Az gyermekei közül első fia fejedelmi hatalmat szilárdította meg, a második biztonságos földművelés, figyeljetek? Nem vadnomád segbelövős népek voltunk csak, hanem földművelés. Földművelést, míg a harmadik az állatok megszelídítését hajtotta végre, és így megszüntették Joli Thorem földjén az addig szokásban lévő emberevést. Nagyon buli. Bizony. Többi fiai úr él és van,
ezt is tessék csak azért észrevenni, mert él a magyarok istene, ez a régi mondásunk. Hát él, az a neve. Ez benne van egyébként a kabalában. Tehát ott azon a táblán lévő rajzon, akkor ott a jobb oldali oszlopban fölülről a második, az az élistennek a karikája. Tehát ez benne van a zsidó kabalában is, mert hogy bizony ez abból az időből származik, és régiek hitét rótták le Arvidis úr Anahita tanításai alapján az öt égi férfiú ellenőrzése mellett. Megszerkesztették Úr él van rovásai alapján, vagyis az írásbeliségünk már megvolt, a rovás írásunk akkor is megvolt már. Tehát már 13 ezer évvel ezelőtt is megvolt. Tehát azt magyarázták nekünk, hogy nem is volt írásbeliségünk. Tehát széthazudták a lelket, érted, hogy ez a lényeg. És miért nem volt ennek szabad megjelenni ennek a könyvnek annak idején? Bezúzták, szétverték. Ezért miért? Hát azért, mert a sok hazug ugye pofára esett volna. Na hát ez már azóta persze megjelent szerencsére, a Püski kiadta ilyen vastag két ilyen kötet, és olvashatod ezt, ez a szöveg ott van benne. Ez, tessék? Ez magyarul van. Németre? Angolra néhány kis részecske le van fordítva, de csak kevés. Az nekem van angolul egy pár részem belőle, de tudok olyan anyagot adni, ami ennek az igazírásnak egy latin változata, és aztán az le lett fordítva angolra. Tehát egy ugyan áttételezett változat, de angolul megvan. Németül nincs. Az én könyvem megvan németül a teremtés üzenete és az energia titka, hogy össze van vonva, és az megvan németül. Tehát már le van fordítva, de még nincs kiadva. Ha valaki tud valami okosságot, kiadót, az szóljon. Mert megvan. Az Ákos fordította le, aki a Tóth Ákos, akinek itt volt az előadása, itt volt a kisfiával, itt mászkált az Ákos. És ő írta a német középszótárat. Tehát, hogy azért úgy tud ő németül. És ezek közül az úr által fejezett 8-as férán, most is, ez a férán, ez a névadó naptár, most is látható Szarupak titkos fejezéseivel. Az él által lejegyzett férán Agadi városának templomában látható. Meg a mi könyvtárunkban is megvan. A van fejedelem fi által lerólt harmadik 8-as férán most a Hun Omban látható a beavatottak kegyhelyén, a hunok mi vagyunk egyébként, amelyet aztán törzsekre bontottak fel. Az Arvidis úr anyahitától származó utódokat ezen féránban lelőtt nevekre keresztelték a beavatottak Óm jele alapján. Tehát itt van, hogy mikor volt a holdütközés, dátum szerint pontosan. Tehát nincs az, hogy nem tudtunk róla semmit. Mindent tudtunk róla. Itt ugyan még olyan érdekesek vannak, hogy evéses évek, meg mit tudom én, tehát nagyon nehéz évszámban átkonvertálni ezt, de aztán találtunk olyan támpontokat, aminek az alapján mégis át lehetett fordítani, hogy pontos volt a dátum, hogy mikor történt, és aztán találtunk olyan fejezést, ahol az is megvolt, hogy délután 2 óra 20 perckor csapódott be, szóval annyira megvan. Ezek mind-mind korszerűbb űrhajókkal rendelkező, nem ilyen rakétákkal, hanem csillagközi űrhajókkal rendelkező civilizációk voltak, és ezek a te hőseid. Hát én nem hiszem, hogy te a majomhoz annyira fogsz ragaszkodni, én azt hiszem, hogy nem. Itt egy ilyen ősünknek a kutató útja volt a holdütközés után, már amikor konszolidálódni kezdett a helyzet, akkor hajóval körbejárta Japánt, itt van Indonéziát, aztán Indiát, aztán bement ide Mezopotámiába, aztán bement ide hát mert itt egy nagyon, nagyon szép valami volt, ugye Etiópia környékén egy nagyon komoly civilizáció volt régebben. Ide bement, aztán elment Madagaszkárra, aztán elment a Fokföldre, aztán elment oda, ahol a dogonok élnek, milyen érdekes, aztán
elment a Kanári-szigetekhez, aztán elment Afrikának ide az északi részére, megkerülte Atlantis romjait és maradékait, de csak megkerülte, nem lehetett hajózni ott. Itt csapódott neki egyébként a Holdaföldnek, és ezért beleverte az Atlantiszt a tengerbe. Vagy egy ilyen Hold azért nagyon nagy, azért gondolj bele, hogy egy 3430 km nagy bolygó neki csapódik a Földnek, hát ott kölykövön nem maradt, teljesen szétcsapta. Itt van a térképen, lehet látni, hogy nem képzelget. Nézd meg, itt van a Hold nyoma. Ez egy nagy kráter, itt lehet látni a Hold nyomát. Itt van a második leszorodás helye, ez az Azori-szigetek, és aztán mögötte, itt fölötte Grönland van, és ott szorodott le. És persze az északi Jeges-tenger is tele van ilyen Hold közöttel, nem is túl mélyen, pár száz, 200-300 méternél nem igen mélyebb. Mert föltöltődött ezzel a rettentő hideg holdporral, a Grönland a mai napig nem olvad ki, és Szibéria se. Most kezdenek ezek olvadozni. Most, pont. Ez nagy baj, mert Grönlandon rengeteg víz van, ugyanúgy, mint az Antarktiszon, rengeteg víz van, ha az elkezd leolvadni, akkor elkezd emelkedni a tengerszint, mert az már olyan sok. Tehát, hogyha az Antarktisz is elolvad meg a Grönland, akkor azon iszonyatos mennyiségű víz szélnek ered, és ráadásul van még egy nagy veszély, mert a mai Szibéria a frost alatt egy metándús, metánbuborékoktól telített gáz van, ez tele van metánbuborékokkal. Hát ezt ott fúrással egy pillanatot meg lehet állapítani, hogy nem kamu, ott van. Na most ez miért érdekes? Mert elképesztő mennyiségű metán kerül bele a légkörbe. Egyébként a metán éghető, csak hogy tudjad. A fény is néha metán. Tehát a puzzle egyet meg tudod gyűjteni az öngyújtóval a seged mögött. Tényleg egy ilyen, vagy egy nagy lángszorot csinálsz. De internet tele van ilyenekkel. Tele van ilyen hülyeségekkel, hogy Pali érted, oda tartja a gyújtót, vagy puff, lefingi az öngyújtót, és marha nagy lángszorokat gyújt. Van, amelyik gyertyát gyújt vele, meg mit tudom én. És ezen kísérletezik egy fél évig, hogy meg tudja gyújtani a gyertyát. Van, akinek ebben van öröme, hát Istenem. Hát többre nem vitte az esze, hát most gyertyát fingik le. Na most a Holdon találtam egy ilyen érdekes krátert, hogy itt mentene ki a Földnek, vagy nem, az, de gyanús, hogy túl koncentrikusak ezek a kráteren, ezek a gyűrűk, és nagyon fekete itt a közepe, tehát nagyon másmilyen színű, mint a Hold többi része körülötte. Ez a Hold túloldalán van. Úgyhogy egy kicsit beszélgettünk csillagászatról, és nézzünk rá, hogy az égre most, jó, egy pillanat, megnézem, hogy érdemes-e nekünk itt valamit most pedálozni ez ügyben, vagy nem. Mert hogy a Holdat azt biztos meg tudjuk nézni, meg a Jupiter, de már a többiek lehet, hogy lenyugodtak. Akkor már nem érdemes ezt az oldalt csinálni. Hát ha valakit érdekel, van rá érdeklődés? Hányan jönnétek távcsövezni? Na, akkor kivisszük a távcsövet, jó? És akkor megnézzük. Jupitert meg lehet nézni, az biztos. A Hold az már... Ja nem, a Hold az fönt van, itt van. Itt van a Hold. És nézzük. Behúzzuk középre, megnagyítjuk. Így néz ki most a Hold az égen. Tehát meg lehet nézni. A bal szélén ott krátereket is azért majd lehet látni valamennyire. Túlzottan nem, de azért. Ha olyan félig lenne a Hold, akkor nagyon szép krátereket lehet látni, de így is jó lesz. A Hold mellett ott van a Plutó, de azt ezzel a távcsővel reménytelen látni. Fönt van az égen a Neptunusz is, de azt is reménytelen ezzel a távcsővel látni, hogy gyenge. Viszont fönt van az égen mellette a Jupiter és az Uranus. Tegnap az Uranus nem tudtuk megtalálni, de lehet, hogy máma megtaláljuk. Jó, és akkor megnézzük. Fönt van az égen a... Fönt van? Igen.
Nem, most kell föl majd a Jupiter, mert itt a, ez az N betű, ez az északi irány, ez itt pedig kelet, pont kelet, és most keleten most jön föl a Jupiter és az Uranus. Hát tegnap a szalonnasütésnél itt nézegették, meg tegnap előtt is kim volt a távcső, az a fehér távcső, és akkor ott lehetett nézegetni a Jupitert, aki már látta, de ha már láttad is érdekes, mert ha most ránézel, nem úgy fognak állni a holdjai, mint a múltkor. Tehát jól lehet látni, hogy forognak, keringenek körülötte. Tehát ha már láttad, akkor is érdekes, abból a szempontból, hogy, hogy ez milyen. És a többit nem igen lehet látni, a nézem csak tovább. Sajnos most nyugszik lefele, már le is nyugodott a Merkur lenyugodott, a Vénusz az is már len van, és a Mars is már csak 5 fokon van, azaz, hogy itt van már len. Hát, ha kimennénk a tópartra, talán még volna esélyre, hogy lássuk a Marsot, meg a Szaturnuszt. De holnap, megígérem, hogy holnap kivisszük, ha nem lesz felhő, akkor kivisszük a távcsövet, és akkor a Szaturnuszt, de azt olyan 8 óra, 9 óra magasságában kellene megnézni, mert különben már lenyugszik. Tehát most itt vannak nyugaton, este felé, de még világosban már nyugszanak lefelé, és akkor talán a látóhatáron el tudjuk még kapni. Úgyhogy én itt az előadásra köszönöm szépen a figyelmeteket, és hát ez csak egy ilyen rögtönzött csillagászati előadás volt, de mert hogy mélyebbet is lehet merülni, de az egy kicsit már unalmasabb, pláne előképzettség nélkül.